kedves vendégeinket, foglalják el helyüket, mert szeretnénk kis ünnepségünket megkezdeni. Felkérem a nyugdíjas társaimat, hogy fáradjanak ki, hogy együtt énekeljük el a nyugdíjasnak. Főigazgatóját, sajnos aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni mai ünnepségünkön, de felvállalta a fővédnökséget. Köszöntöm körünkben díszvendégként Vantara Gyura országgyűlési képviselőket. Köszöntöm Szenka Pálnét, a Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke. Köszöntöm Szebelédi Zoltán polgármester urat. Köszöntöm városunk jegyzőjét,
Dr. Csandós Márton. Köszöntöm a jubiláló házaspárokat és családjaikat. Köszöntöm a 40 éves naplemente nyugdíjas klub tagjait. Az Ezüstár Gondozási Központ vezetőjét, Dida Klárit dolgozóit és gondozókat. A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatóját, Lukovickini Rozsnyai Ildikét és kollégáit. Köszöntöm az Újkigyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének vezetőjét, Bartyik Pál és tagjait. Mozgáskorlátozottak egyesületét sajnos vezetőjük nem lehet itt, de vannak tagok, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm őket is. Köszöntöm a baráti klubokat. A Szabad Kígyósi Barátság Nyugdíjas Klub vezetőjét, Ragály Lajosnét és a tagjait. A Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub vezetőjét, Ricsopini Józsefnét, és a volt vezetőt, Lacó Pálnét és tagunkat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Bánhegyesi Esthajnal Nyugdíjas Klub vezetőjét, Sódar Jánosnét és tagunkat. Köszöntöm zenekarnak a Tuscsik Istvánt és Zsoltér Csabát. Az Ásfok Sörögő vezetőjét, Zsoltérné Kandikát. Tisztelt ünnepők, október 1-e az idősek világnapja. 15 évvel ezelőtt jött egy olyan ötletünk, hogy ezen a napon településünkön is ünnepeljük meg ezt a napot. Első alkalommal még csak a naplemente nyugdíjas klub tagjai közül ünnepeltük meg az 50 éven felüli házaspárokkal együtt ezt a napot. 14 éve viszont minden évben meghívjuk azokat a házaspárokat, akik az adott évben 50, 55, 60, 65 éve kötöttek házasságot új kívánosan. Ez ma már szinte hagyományá vált. Szeretném, ha jövőben így is maradna. Az ünnepségnek, a szépkorúaknak kiáró tisztelet megbecsülés adja a helyet. A klubnak évente már csak ez az egy rendezvénye van, melyre szintén meghívjuk a baráti klubokat is. Szeretnék néhány szót a klub 40 évéből kiemelni. 40 éven működik Újkigyóson a naplemente nyugdíjas klub, ahol sok nyugdíjas talált a barátokra, hasznos elfoglaltságra. Ez ma már csak emlékek, melyek a fotók, a felvételek tudnak feleleveníteni. Sajnos kevesen vagyunk azok közül, akik több évtizeden át tagjai voltak a klubnak. Számomra szomorú, hogy az alapító tagok közül már nincsenek közöttünk. Én, mint a klub segítője, majd később vezetője, mind a 40 évre visszaemlékszem, igaz, a kezdetekkor még csak 28 éves voltam, de belenőttem a nyugdíjas társadalomba, és gondolom, hogy nem szeretnék most itt végighallgatni, hogy én elmondjam a 40 év emlékét. Nem is akarom. Ez az idő számomra feledhetetlen. A sok kirándulás, a baráti találkozók, a vetélkedők, a munkás klubfoglalkozások, a csigacsinálások, és még számos kedves emlék. Mindez sok munkával, örömmel, bánattal együtt. Érdemes volt élni, munkálkodni, ezért a klubért. Köszönöm, hogy mindezt megtehettem.
szeretném megköszönni mindazoknak az önzetlen segítségét, támogatását, akik a 40 év alatt hozzájárultak ahhoz, hogy a klub jól és örömmel működjön. Köszönetet szeretnék mondani az idősebb világnapi rendezvényünk 15. sikeres megvalósításáért, az összes támogatásért, minden segítőnek és a háza asszonyának, Zsoltérné Katikának és csapatának. Tisztelettel szeretném megköszönni Bánfi Erzsikének, hogy 15 éve köszönti a házassági évfordulós párokat. Szeretném úgy szintén Luscsik István és Zsoltér csak a zenészeknek a 15 éves muzsikálást és a barátságot megköszönni. Nem tudok és nem is akarok mindenkit név szerint felsorolni, de a mai rendezvényünk megvalósulásáért külön köszönet illeti meg Sosán Évát, aki bőkezűen támogatja a mai rendezvényünk megvalósulását. Köszönjük szépen! Remélem, mindenki szívesen fog majd emlékezni erre a napra. Fogadják továbbá az ünnepségünk többi részét is szeretettel és figyelemmel. Most pedig egy kis tánc fog következni, amit az Új Kígyósi Néptánc csoport fog előadni, mezőségi táncok és széki táncok. Örömmel, tisztelettel és szeretettel köszönjük kedves vendégeket. Engedjék meg, hogy csak néhány szóban adjunk egy kis információt erről a kis táncos csoportról, aki most következik. A Petőfi Sándor Művelődési Házban több mint egy éve próbálunk. Nagy örömmel és nagy vigadalomban telnek a próbáink. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne hozzánk szenior, amatőr csoporthoz kapcsolódni. Néptáncot tanulunk, a békési Simon Zoltán és Jós Evelin fiatal tanárbácsi és tanárnéni segítségével, és mindenkit szeretettel várunk, keddenként 5 órától 7 óráig vannak a próbáink. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok, Simon Zoltán vagyok, az békési Néptánc csoportnak a tanára, ha lehetett nevezni engem. Nos, rólunk azt kell tudni, hogy a Ildikó is elmondta, hogy mi egy éve, és én egy éve tanítok itt táncot, többféle tájegységről, mint például most jelen pillanatban majd mezőségről láthatnak két táncot, pontosabban magyar palotkáról és székről. Ezen kívül a munkák folytatódnak ez évben is, tovább, és nagy valószínűséggel Dunántúlról is elkalózódik a táncosokat. Úgyhogy fogadják sok szeretettel és örömmel, köszönjük szépen! Thank you.
Thank you.
aki azért a sok-sok munkáért, segítségért, önzetlen és komoly segítségért, amit a Petőfi Sándor Művelődési Jelzés Könyvtár munkájában ő részt vállalt és segített. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm, és a műsorunk következő részében hallgassanak meg egy verset, Óbecsei István, szeressétek az öregeket. Óbecsei István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszkető kezű tűz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápad szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szereteket. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg föl nem állkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindazt, mint nekik tettetek, azt adják nektek a gyereknek. Ezért én előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Antal Gyula országgyűlési képviselőnek köszöntse a vendégeket. Tisztelt hölgyeim és tisztelt uraim! A település országgyűlési képviselőjeként nagy szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket. Örömmel fogadtam el a meghívást, hiszen egy olyan környezetre jöttem, ahol mindig erős, boldog és kiegyensúlyozott embereket lehet látni. Az idősek világnapja, mint ahogy az előbbi vers is erről szólt, az idős emberekről és az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunk hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szüksége van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek. És a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak és nevelnek minket is. Kedves vendégek! Jellemző, hogy évente csak egy alkalommal, sajnos csak egy alkalommal fejezzük ki hálókat, tiszteletünket és megbecsülésünket, és természetesen szeretetünket is azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után közöttünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Pedig hálánknak ki kellene mutatkoznia az év minden egyes napján.
Süttő Andrástól engedjenek meg egy gondolatot, hagy idézek. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azzal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődik. A mi világunk önökkel, apáinkkal, nagyapáinkkal, anyáink, nagyanyáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették ki számunkra azt a jelent, amely a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. A mindennapi munkánkhoz az önök, az elődök példából meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Sokan mondják azt az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet, és most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan. A gyermekek, unokák nyújtotta örömökkel, borúval és deszkel morzsolgatják a lassúkodó tempói napokat. Kívánom önöknek, hogy a kiválasztott úton haladjanak további jó erővel és egészségben. Kedves ezüsthajú, aranyszínű vendégek! Ha a mai idősek napi ünnepi jelvényt kellene kovácsolni, akkor egy két szépből lehetne ezt ötvözni. Aranyhoz hasonlítom a szerető szívüket, és mivel az arany fénye nem halványul a sok gondtól, megpróbáltatástól, az élet biztonságaitól az örök marad. Az arany mellett az ezüst fénye is csillan a mai napon, ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Tisztelt szépkorúak! A mai napon, és nem csak a mai napon, szeretettel gondolunk önökre, és mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját, rengeteg tapasztalatát tudhatják magunk mögött. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen, jó egészségben és a család nyújtotta örömökkel töltsék el a pihenés hátralévő éveit. Kívánom, hogy szeretteinek mindig legyen idejük egy jó szóra, egy érintésre, egy mosolyra és egy simogatásra. Köszönjük azt a példamutatást, amit egész életünk során bizonyítottak. Köszönjük az emberi értékeket, amelyek elénk csepegtettek. Szívből kívánjuk, hogy továbbra is ragyogja be életüket a két nemes fény, az arany és az ezüst fénye. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm a képviselő úr kedves szavait, és most felkérem Zrenka Pálnét, a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnökasszonyát, hogy ő is szóljon egy pár szót ebből a ünnepi alkalomból. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, kedves vendégek, kedves nyugdíjas társaim! Először is nagyon szépen szeretném megköszönni a Naprendente Nyugdíjas Klub vezetőségének, tagjainak, hogy ezt a mai csodálatos rendezvényt létrehozták. Először is gratulálni szeretnék az évfordulósoknak. Én azt gondolom, hogy példaértékű a kitartásuk, egymás iránti tiszteletük, türelmük és szeretetük. Úgyhogy én gratulálok és kívánom, hogy nagyon sokáig legyenek így együtt, és példát mutassanak az utánunk jövő generációnak. Mert a mostaniak között azért sokkal kevesebbet lehet ilyet hallani, hogy 40, 50, meg 60 évig vannak együtt. Az idősek világnapját 1991. október 1-jét az ENSZ ugye az idősek világnapjával nyilvánította. Hát mire jó a világnap, hogy ráirányítja a társadalom figyelmét a szépkorúakra. Ahogyan itt elmondta a képviselő úr is, hogy nem csak ezen a napon kellene ünnepelnünk a szépkorúakat. Én úgy érzem, hogy az év minden napján van okunk az ünneplésre. Az idősek helyt állnak a családban, kiveszik részüket az unokák nevelésében, és ahogy mondani szokták, az ember a legfontosabb dolgokat otthonról hozza, az előző generációtól tanulja.
A közösségekben is helyt állnak, látni ezt a mai rendezvényt is, csodálatos rendezvényeket hoznak össze, és átadják egymásnak a szeretetet. Én azt szoktam mondani, hogy akik ilyen klubokba, egyesületekbe járnak, azok nem magányosak. Odafigyelnek egymásra, sokszor nem anyagi jellegű dolog kell, csak egy mosoly, egy ölelés, egy kedves szó, és már is vidámabb valaki. Úgyhogy én ezen a napon is szeretném ezt nagyon megköszönni önöknek, és tegyék ezt a jövőben is, hogy még több mosolygós embert lássunk magunk körül. Én el szeretném még mondani, hogy a megyei idősek világnapját jövő héten szombaton tartjuk a Csaba Parkban, és kapacitálunk mindenkit, hogyha ideje engedi, akkor vegyen részt ezen a rendezvényen. Saját egyesület együtteseink fognak fellépni, énekeseink, az egész megyében csodálatos fellépőink vannak, sőt, még jönnek Miskolc mellől, Encsről is egy férfi baláda. Láttam, hogy milyen csodálatos táncsoportjuk van. Hát én azt mondom, hogy csinálják ezt, nagyon szépen táncolnak már is. Minden évben megrendezzük az Országos Senior Tánc Fesztivált. Én kapacitálom, hogy a 10. évfordulónkon jövőre már lépjenek fel, úgyhogy ezt az Ildikónak is üzenem, és látom, hogy milyen fiatal vezetőjük van. Citerásokat, ilyeneket látok. Én úgy érzem, hogy a fiataljainkat a kultúrán keresztül tudjuk megszólítani, hogy jöjjenek közénk és érezzék jól itt magukat. És egy idézettel szeretném befejezni a mai köszöntőmet Pázmány Pétertől, hogy nem egy szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Úgyhogy kívánom, hogy nagyon soká legyünk együtt ilyen szeretetben. A mai napja mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok. Marikának is szeretném megköszönni az önzetlen munkáját, amit tesz az idősekért. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Erzsikének a kedves szavait, és most engedjék meg, hogy polgármester úrunknak, Szemeléti Zoltánnak átadjam a szót. Szeretném önöknek elmondani, hogy új kígyóson a legidősebb hölgy, Vicsi Krisztina Ilona, aki 99 éves, nem tud közöttünk lenni, mert az egészsége nem engedi meg, de itt él közöttünk Újkígyóson, Ezüsták gondozási központban. A legidősebb, ő egyébként nem Újkígyóson született, de már hosszú ideig körülbelül itt él közöttünk. A legidősebb férfit viszont mindannyian ismerjük, Zsigó Vicsi Miska bácsi, aki 96 esztendős. És bizony Isten, Hürke Szilonával, Zsigó Vicsi Miska bácsi az, aki a legidősebb házaspárok is Újkígyóson, 68 éve kötöttek házasságot. Gratulálunk mindhármuknak, és még hosszú éveket kívánunk nekik. Ez az idei esztendő bővelkedik évfordulókban, itt Újkígyóson, és olyan évfordulókban, amiért nekünk, a közösségnek, közösség tagjainak illik köszönetet mondani. Először is köszönetet szeretnék mondani dr. Salajpó Erikának, gyermekorvosunknak, aki 30 esztendő óta szolgálja az újkígyósi gyermekeket. Köszönöm szépen! Valóban így van. Én 30 éve, 87. szeptember 1-től jöttem ki, előtte Békés Csabán a gyerekosztályán dolgoztam, és 78-ba kerültünk ide Újkígyósra a férjemmel, úgyhogy már tőzsgyökeres újkígyósinak számítunk, mert már a jövő hét februárban 40 éve vagyunk itt.
új kirurgiát, mindenki tudja, hogy földházi orvos, gyerekorvos. Nagyon szeretek itt élni, új kirurgon, már második szülő városom, mert ugye én eredetileg Hódmezővásárhelyi vagyok, csak férjem révén kerültem ide Békés megyébe. Szeretem a pályámat, azért viszonylag a fölnőtt gyógyászat képes, sokkal derűsebb, hála Istennek gyerekkorban ritkán vannak a rosszindulatú betegségek, vagy ilyen szomorú dolgok, de azért sajnos előfordul, de mindamellett sokkal derűsebb, és egy nagyon szép feladatnak érzem a kis külszülöttől, a 19-18 éves korig látom el a lakosságot. Köszönöm szépen a... Köszönjük szépen a Erika doktornőnek az áldozatos munkáját. Hát ismét még egy 10 évig biztos még itt szolgál majd bennünket. És ahogy említettem, másik ilyen évfordulónk is van, bár az érintett személy most nem tud jelen lenni, de azért megérdemli, hogy ezen publikum előtt is megemlítsük az ő nevét is. Ebben az esztendőben a 40 éves lehetőséggel nyugdíjba vonul Gedó Gábor névvédőnök, aki most a felmentési idejét kezdi, jövő, ha jól emlékszem, március 1-től lesz ténylegesen nyugdíjban. 40 éve szolgálja Újkígyósnak a gyermeklakosságát elsősorban védőnőként. Gratulálunk neki, és köszönjük szépen a tetszett. És ugye, ahogy a legelején is hallottuk, a 40-es szám azért megjelenik itt másképpen is, hiszen a Naplemente Nyugdíjas Klub 40 esztendő óta működik itt Újkígyóson, és hát egy nyugdíjas klubnak az életében szerintem nagyon-nagyon ritka, hogy az elejétől tulajdonképpen mondhatjuk a végéig, mert nem árulok el nagy titkot, hogy a staféta botot át fogják adni a mai napon, egy személy vezeti és irányítja és segíti. Nagyon nagy tisztelet és köszönet Sütőné Marikának, és ezúttal is szeretnék megköszönni neki ezt az áldozatos munkáját, és nagyon sok egészséget, nagyon sok szép éveket, nem tudom, hogy Marika. És most már igazán átadhatja magát a családi életnek, az unokázásnak, úgyhogy köszönjük szépen, és további szép éveket kívánok. Köszönöm, de nem fogok elbújni a nyugdíjasok előtt, úgyhogy maradok közöttük. Folytatva a köszönetet és a hálát egy kicsit most más formában. Az idősek világnapja alkalmából döntött úgy a képviselőtestület, hogy köszönetünket szeretnénk kifejezni azok számára is, akik az egészségügyben vagy a szociális területen dolgoznak. Ezért néhány évvel ezelőtt Újkígyós Város képviselőtestülete létrehozta az Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásáért kitüntetést. És úgy rendelkezett, hogy ezen alkalommal minden esztendőben az idősek világnapján azok előtt, akiket leginkább szolgálnak ezek a kollégáink, munkatársaink, itt köszöntsük őket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
azon személy részére, aki újkígyósi székhelyű egészségügyi és szociális intézményben legalább egy évtizeden keresztül kiemelkedő egészségügyi vagy szociális tevékenységet végzett, vagy ilyen tevékenységet nem valamely intézményben, de újkígyós város lakosainak szolgálatában végezte, magánéletében példamutató emberi magatartást tanúsított, újkígyós egészségügyi és szociális ellátásáért kitüntetés adományozható. A kitüntetéssel együtt díszoklevél, bronz emlékplakett és 50 ezer forint értékű utalvány kerül átadásra. Újkígyós város önkormányzat képviselőtestülete a 141/2017. szeptember 18-i képviselőtestületi határozatában úgy döntött, hogy 2017 évben az újkígyós egészségügyi és szociális ellátásáért kitüntetést Nántor Jánosné részére adományozza az egészségügyi ellátásban 40 éven át végzett áldozatos munkájáért. Marika, gratulálunk! És nagyon szépen kérem önöket, hogy jól érezzék magukat, és ennyi. Köszönöm, nem tudok más mondani. Gratulálok Marikának, és egy személyes megjegyzést szeretnék tenni. Köszönöm szépen azokat a helyi körzet éveket, amelyeket a munkában együtt szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az idősek világnapja alkalmából. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai napon, az idősek világnapján köszönhetem azokat a házaspárokat, akik már 50 vagy több mint 50 éve élnek együtt, egymás mellett, jóban, rosszban. Sok szeretettel köszöntöm az itt megjelent jubiláló házaspárokat. Kedves házaspárok, ahogy most Önökre nézek, akaratlanul is hajnalan a szavaim jutnak eszembe. A legszebb dolog megöregedni azzal, akit az ember szeret.
önök megélhették együtt az időskort, amely csak kevés embernek adatik meg. Kérem önöket, hogy majd az elkövetkező házassági évfordulójaikon is szorítsák meg egymás kezét, és a sok-sok szeretetet, megértést így köszönjék meg egymásnak, amit egymástól kaptak. Ebben a készszorításban legyen benne a múltban átélt sok szép emlék, így az egymásra találás öröme, a családalapítás, a saját családi otthonuk kialakítása, gyermekeik, unokáik megszületése, a dolgos hétköznapok és a szép, meghitt családi ünnepek. A készszorításban benne kell lennie az élet árnyoldalának is, a kudarcoknak, az elkeseredéseknek, bánatoknak, hiszen ezek így együtt jelentek meg az önök közös életében. Önök példaként állnak gyermekeik, unokáik előtt, hogy a sok-sok közösen eltöltött években hogyan lehetett az egymás szeretetét, tiszteletét, megbecsülését megtartani a jelentkező akadályokon együtt, kéz a kézben. Mi mindnyájan, akik ma jelenleg vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk önöknek, hogy a több évtizedek közösen kiválasztott úton haladjanak tovább együtt, kéz a kézben, jó egészségben. Az újkígyósi anyakönyvekből kigyűjtött adatok szerint a legrégebben, mint ahogy a polgármester úr már említette, 1949. szeptember 3-án, vagyis 68 éve Zsigovics Mihály és Hürkett Ilona kötött házasságot, akiknek sok szeretettel gratulálunk és kívánjuk, hogy még nagyon sok évig éljenek egymás mellett jó egészségben. Most név szerint is szeretném köszönteni a jubiláló házaspárokat. 1952-ben 67 pár kötött házasságot Újkígyóson. Ebben az évben egy pár ünnepelheti meg a 65. házassági évfordulójukat. Itt személyesen köszönhetjük Rákóczi Józsefet és Csatlós Erzsébetet. ...1957-ben 51 pár kötött házasságot, ebben az évben 3 pár ünnepelheti már csak együtt, közösen a 60. házasság évfordulójukat. Csatlós István, Bús Jolán. Mezei Gábor, Bacsa Mária. Bozó András, Skoperda Irén. Két házaspár, itt személyesen is köszönhetünk. 1962-ben, 55 évvel ezelőtt 63 pár kötött házasságot, ebben az évben 9 pár ünnepelheti az 55. házassági évfordulójukat. Horváth János, Farkas Irén, Becsei Pál, Skoperda Katalin, Gedó József, Tokai Ilona, Párfi Imre Gábor, Vida Viktória, Oláh Péter, Deák Anna, Domokos Antal, Domokos Magdolna, és
mindnyájunknak tanárbácsia, Barkó Ferenc, Pécsi Mária. Erdélyi László, Bánfi Piroska. Dr. Benkó Gábor, Nagy Irén Ágnes. Szagykó Gyula, Huszka Ilona Magdolna. És itt most külön szeretném köszönteni Lacó Pál és feleségét, Fehér Veronikát, aki szintén ebben az évben ünnepli az 55. házassági évfordulójukat, de ők nem új kígyóson élnek, nem itt kötöttek házasságot, hanem egy társnyugdíjas klub tagjai. Itt most 5 házaspárt köszönhettünk személyesen, és elérkeztünk az aranylakodalmasokhoz. 1967-ben 41 pár kötött házasságot. Ebben az évben 10 párnak adatik meg az ünneplés. Dr. Jeszenszki Géza Gyula, Balázs Anna Mária. Kis Ferenc, Prágai Mária. Téglási Károly, Csatlós Irén. Bánfi János, Cira Julianna. Zsoltér Péter, Skoperda Veronika. Varga György, Barát Erzsébet. Rácz János, Tóth Irén. Géci Gusztáv, Pallér Erzsébet. Bozó József, Darida Teréz. Tóth András, Bacsa Ilona. Három házaspárt köszönhetünk itt személyesen. Kedves ünnepeltek! Önök tudják, hiszen a saját életük bizonyította, hogy sok-sok évvel ezelőtt felelős ígéretet kaptak, adott ígéretük ellenébe, hogy mindig kitartanak egymás mellett. Most arra kérem önöket, tegyenek újra hitet elhatározásukról, hogy ezután is kitartanak egymás mellett. Megkérem a jubiláló házaspárokat, hogy szíveskedjenek felállni, fogják meg egymás kezét, és mondják utána az új fogadalom szavait. Ünnepélyesen kijelentjük, hogy a megkötött házasságunkat, az igen szó kimondását most megerősítjük. Mint új kígyósváros anyakönyvvezetője kijelentem, hogy a fogadalom örök és visszavonhatatlan. Kérem, csokkolják meg egymást. Kedves ünnepeltek! Mi mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, azt kívánjuk önöknek, hogy a több évtizedek közösen kiválasztott úton haladjanak tovább együtt közösen, kéz a kézben, jó egészségben. Kérem önöket, hogy az ünnepség végén fogadjanak el a polgármester úrtól és tőle egy-egy emléklapot erre a mai napnak az emlékére. Köszönöm figyelmüket! És figyelmüket kérném! Mikor bejöttek ebbe a helyiségbe,
remélem mindenki aláírt egy szavlatot. Mivel a napramente nyugdíjas klub 40 éves, ebből az alkalomból szeretném ezt a szallagot felkötni. Ugyanis 40 évvel ezelőtt a moziban alakult meg ez a klub, és most itt, az Ászok éttermében beleolvad, és maradunk tovább a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületénél. Szeretném felkérni Bartyik Pált, a Nyugdíjas Egyesület elnökét, hogy jöjjön ki, és átadjam a zászlót, majd felkössem ezt a szallagot, emlékül, hogy valamikor új kigyorsul működött egy naplemente nyugdíjas. Kérem, őrizzék meg emlékünket, szervezzenek a nyugdíjasok részére programokat, köztük ezt az ünnepséget is. Kívánok mindenkinek, szervezetnek, intézmények, lelkülégőknek jó munkát, erőt, egészséget, a mai napra pedig nagyon jó szórakozást. Felkötjük a szallagot, utána pedig megkérek mindenkit, hogy közösen, kéz a kézben énekeljük el együtt majd a Szeressük Egymást gyerekek. Még nem kötöttem szallagot, és ezért szerettem volna én felkötni. Ígérem, hogy ennek megfelelően méltó módon fogunk rá vigyázni, és ezzel emlékezni vissza a 40 évre. De nem csak a zászlót veszük át, hanem szeretném elmondani, hogy a tagjaikat is szívesen látjuk közöttük. Végső mondatom, szeretném megköszönni Sütőné Marikának az együttműködést, a segítségét, amit az Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületében segített és tett értünk. Egy csokor virágra szeretném ezt megköszönni Marikának. Thank you.
sokat tett a nyugdíjasokért. Mindig olyan dolgokat találtja, amivel nekünk örömet tudott szerezni. Borsüteménnyel, hol szalonnasütéssel, hol zsíros kenyeret eszünk minden csigacsinálás után. És nagyon szeretném még továbbra is, hogy velünk maradjon. És jó egészséget kívánunk neki családi körben sokáig még. Köszönöm szépen! Az új kígyósi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesület vezetősége és tagsága nevében nagy tisztelettel köszöntöm professzor dr. Mészáros József főigazgatóurat, aki ugye már hallottuk, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt távol maradt, nem tudott részt venni rendezvényünkön. Képviselő urat, Vantara Gyula urat. Szívből gratulálunk a kerek házassági évfordulósoknak, valamint a kitüntetettek. Kívánunk nekik hosszú, gondtalan életet és nagyon jó egészséget. Most pedig engedjék meg, hogy az új kígyósi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesület tagjai közül, akik ünnepelnek, külön köszöntsem. Ugye természetes abból a okból is, hogy ma az idősek világnapját ünnepeljük. Ugyan szűk kis klub délután formájában mi ezt megtettük, de ha már itt vagyunk együtt így, akkor ünnepeljük és köszöntsük ezen személyeket. Köszöntöm tagjaink soraiból a házassági évfordulókat ünneplő Becsei Pát és kedves feleségét. Horváth János és kedves feleségét. Csatlós István és kedves nejét. E három házaspár után köszöntöm egyesületünk legidősebb hölgy tagját, Mucsi Györgynét. Férfi tagját, Balogh János. Végezetül valamelyik nevében gratulálunk a kitüntetett Nátor Jánosnénak, aki úgy szintén, mint fiatal nyugdíjas köztünk van, az Érdekvédelmi Egyesületünk tagja. Nagyon szépen köszönöm, és a virágcsokrot, illetve a férfiaknak járó kis ajándékot az emléklapokkal együtt fogjuk átadni tagjainknak. Köszönöm szépen!